Ismét a Vörös Kereszt furgonja gurult be a Klapka György utca 9 szám alá péntek délben. Az év első melegebb édosztásánál ezúttal századag palócgulyást kenyérrel kínáltak a rászorulóknak. Az adományozás ezúttal az Egri Szent György Lovagok Alapítvány tagjainak köszönhető, akik immáron 5. éve támogatják a téli étkeztetést. Tél van, ilyenkor a legnagyobb szükség van arra, hogy az emberek megfelelő ellátáshoz jussanak, nyilván vannak rászorulók, most is látszik, hiszen sokan állnak sorba a meleg ételért, ez mindenképpen jól fog esni az embereknek, szükség van erre. Kosik Mária területi vezető elmondta, Egerben a Vörös Kereszt 1992 óta segít így a szegényeknek a hidegben, 6. éve pedig már magánadományozók révén folytatják tevékenységüket. Hagyomány, most már mondanám 30 év után is hagyomány, ez az egyik, a másik pedig nagy szükség van rá, mint a mai ételosztás is mutatja, századag meleg ételt főztünk, osztunk ki, ma is még mindig van igény erre az ételosztásunkra és erre a segítő tevékenységünkre. Hozzátette, szerencsére egyre több a támogató, így februárig biztosan lesz pénteki étkeztetés a Klapka György utca 9 szám alatt. A következő ebédosztás január 19-én lesz ugyanezen a helyszínen.